feldúlt volt, mert azt mondta, hogy meglehetősen erős kritikákat fogalmazott meg a magyar sajtó, talán igazságtalanokat is a görögök ellen döntetlen után. Mi néztük az összehajtásokat. Kovács Tibe. És ugyanúgy Prohászka, Peccei játszott ellenünk, hát ott is elvertük őket, mint ég a határt 3. Még egyszer mondom, tudom én, 10-ből 7-szer vertük meg őket, de fú, pipa volt nagyon. Pintérli Zoltán, szép átadása, Pintér Sándornál most a labda. Magyar István, Pintérnek vissza. Sarkazás, egy picit talán rövid, de Pintér még meg tudta szerezni. Törőcsi, bocsánat, Ebedli. Tóth József ragyogó szerelése. Pintér. Hát a jogka is elnyűhetetlen volt a Tóth Józsi. És a Pintér Sanyival vannak mindig is. Az edző, olyan. Hát vette meg a Kranklit. És gondolom, ők állták a fizetését. Igen, de nem, ő is inkább a pontrugásoknál. Ő se lépett nagyon föl a játékba, inkább a Bálint Lacit hagy. Négy-kettő, tehát a magyar válogatott javára, nyilván kettő arányban győz. A magyar válogatott 1900